Tanszercsomag. Közel 4500 alsós kisdiák kap tanszercsomagot. Tanévkezdés. A nyíregyházi általános iskolákba is folyamatosan szállítják a tankönyveket. Városnéző busz. Újabb látványosság csalogatja ezentúl Nyíregyházára a turistákat. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Közel 4500 alsós kisdiák kap nettó 1500 forint értékű tanszercsomagot a Nyíregyházi Önkormányzattól. A program célja, hogy mérsékelje a tanévkezdés szülőkre nehezedő kiadásait, valamint hogy egységes minden korosztálynak megfelelő tartalmú eszközökkel kezdjék a tanévet a diákok. A pandémiás helyzet miatt 2020 egy pénzügyileg nehéz év a városi önkormányzat számára, azonban nem volt kérdés, hogy a gyermekek és családok segítésének ezt a formáját idén is megtartják. Órarend, színes ceruzák, vízfestékek és vonalzók. Többek között ezek is belekerültek az idei tanszercsomagokba. Évfolyamonként csoportosítva, a korosztályoknak megfelelően más-más tartalommal állították össze azokat a csomagokat, amelyeket a Nyíregyházi Önkormányzat juttat el az alsós kisdiákok számára a jövő hét elején. Minden nyíregyházi iskola, akármilyen fenntartású, minden nyíregyházi lakcímkártyával rendelkező alsó tagozatos diákja kap egy 1500 forint értékű tanszercsomagot, amit a pedagógusok javaslata alapján évfolyamonként állítjuk össze. Ebben az évben 4461 kisdiákot jelent, és 8,5 millió forintba költsége. Megpályáztattuk, egy nyíregyházi cég nyerte el az idén is a pályázatot, tehát ez is egy jó hír, és hétfőn kiosztásra kerül minden iskolába. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben idén a koronavírus veszély miatt a polgármester nem osztja ki személyesen is ezeket az eszközöket. A sajtótájékoztatón elhangzott, 2020 pénzügyileg is egy nehéz év az önkormányzat számára, de az értékeket és a gyermekek tanítatását továbbra is finanszírozni fogják. Természetesen így a buszbérlet támogatás is megy, az nyári étkezés a gyerekeknek, a táboroztatás, ez mind folyt, és kiemelném azt a programot, amit szeretnénk folytatni, a közgyűlésen is napirendi pont lesz, újabb iskolák felújítása. Ez vonatkozik az épületre, vonatkozik arra, hogy szeretnénk a tanítási eszközöket is javítani, tehát újakat beszerezni. Kovács Ferenc hozzátette, a sportinfrastruktúra fejlesztése is az önkormányzat kiemelt célja az általános iskolákban, hiszen a kisiskolás gyerekek mozgásigénye a legnagyobb, így a 8 éve elkezdődött infrastruktúrális fejlesztési program is folytatódni fog. Az idei évtől minden diák ingyen jut a tankönyvekhez. Idén 1,2 millió nappali tagozatos iskolás könyveit 13,8 milliárd forintért biztosítja a kormány. Az intézmények ezekben a napokban igyekeznek járványügyi szempontból a legbiztonságosabb körülményeket kialakítani tanulóik számára. Egy szokványos tanév indítása is sok feladattal, izgalommal jár, különösen a mostani, a tavaszi pandémia után egy esetleges újabb hullám előtt. A nyíregyházi Bem József általános iskolában 662 tanuló és 60 pedagógus kezdi a 2020-21-es tanévet. Az évnyitó szeptember 1-én reggel 8 órakor lesz, de csak az elsősök vesznek részt az ünnepségen egy-egy szülő kíséretében. A gyerekek a héten átvehetik majd a munkafüzeteket, természetesen egy szigorú beosztás szerint a vírus miatt a higiénés szabályoknak a nagyon-nagyon szigorú betartásával, illetve várjuk vissza most a héten a tavalyi évi tartós tankönyveket is a gyerekektől. Az első tanítási napon pedig majd meg fogják kapni a tankönyveket is a tanulóink. A tartós könyvek néhány napra karanténba kerülnek az iskola könyvtárába, aztán új tanulókhoz jutnak. A 2020-21-es tanévtől az elsőtől ötödik évfolyamon felmenő rendszerben elindul az új nemzeti alaptanterv, melyhez elkészültek a helyi oktatási tervek. De munkát ad az iskola vezetőknek a járványügyi védekezés is. Megkaptuk az intézkedési tervet, és a nevelőtestülettel közösen most készítünk egy olyan intézkedési tervet, ami a helyi sajátosságokra épül. A legnagyobb hangsúlyt a rendszeres fertőtlenítésre kell fektetnünk. Ez jelenti azt, hogy az épületnek a teljes fertőtlenítése meg fog a héten történni.
mielőtt a gyerekek az iskolába lépnek. Nyilván ez napi szinten is megtörténik. A helyiségeknek, a mosható falaknak és minden másnak a fertőtlenítése meg fog történni, illetve a belépésnél nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy készfertőtlenítőt használjanak az iskolába belépő felnőttek és gyerekek. Az iskolákban a szájmaszk használata nem kötelező, de megengedett. Az osztálytermekben a lehetőségek szerint a leglazább elhelyezést kell biztosítani. Tornaórákat, ameddig az idő engedi, a szabadban kell tartani. A közösségi terekben pedig csak annyi gyerek tartózkodhat, amennyi a 1,5 méteres védőtávolság megtartása mellett elfér. A protokollt az EMMI, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az operatív törzzsel együttműködve dolgozta ki, mely a járványügyi helyzettől függően visszavonásig marad érvényben. Első vidéki városként Nyíregyházán közlekedik ezentúl nyitott tetejű városnéző autóbusz. A City Sightseeing globális hálózata minden kontinensen összesen 133 városban megtalálható, ezentúl a Szabolcsi megyeszékhelyen is. A járatok minden nap 13 óra 30 perctől a Nyíregyházi állatparttól indulnak. A világvezető emeletes nyitott városnéző autóbuszos szolgáltatója érkezett Nyíregyházára. A hatalmas piros busz már önmagában is figyelemfelkeltő, a fővárosban több tízezer ember használja évente. A brand a bolygó valamennyi kontinensén megtalálható, 133 városban. Mi a magyarországi képviselők vagyunk. Budapesten tevékenykedünk, ott folytatjuk a városnéző kirándulásokat. Második városként Nyíregyházára esett a választásunk, tekintettel arra, hogy az elmúlt 10 évben a város rendkívül dinamikus fejlődést tudhat magáénak, valamint itt található Európa legszebb és méltán leghíresebb vadasparkja, ami önmagában is óriási vonzerőt jelent az ide látogatók és a családosok számára. Az autóbusz indítását a Vidor programjával kötötték össze, de nem csak a fesztivál idején közlekedik Nyíregyházán. Többek között azért is esett a választás Nyíregyházára, mert a tavalyi évi vendégészaka számokban nagyon jó eredményt ért el a város. 254 ezer lett a Nyíregyháza látogató turisták vendégészaka száma. Csak hogy ezt érzékeltessem, a nagyságrende 100-110 ezer között volt 10 évvel ezelőtt, és ugye hozzáveszünk azt, hogy a Hungersóstól nagy hotel csak novemberben nyílt meg, tehát ebben még vannak tartalékok. Sajnos nem ez az év lesz itt a Covid-járvány miatt, ami itt most nem tudjuk hozni a tavalyi számot sem, de az egy nagyon ígéretes és attraktív dolog, hogy az elmúlt 10 évben minden évben nőtt az ide látogató turisták száma és a vendégészakák száma is. Azért is kell külön választani a turisták és a vendégészakák számát, mert sokan jönnek például Kassáról vagy Szatmár-Németiből. A közelség miatt viszont ők nem alszanak itt. A buszok a Nyíregyházi állatparktól indulnak, a parkfürdőn a Hősök terén át, a kulturális negyedik közlekedik, majd vissza a sóstói erdőnél van a végállomás. Van egy kialakított útvonal, amely érinti Nyíregyházának a helyi nevezetességeit, látnivalóit. Az autóbuszon egy guide várja a vendégeket, és egy élő szavas idegenvezetést tart, illetve a szolgáltatás csomag, a jegy ára nem csak az autóbuszos közlekedést tartalmazza, hanem egy belvárosi sétát is. A városnéző autóbusz Sóstó és a belváros között 2020. augusztus 20-ától rendszeresen közlekedik. A járat 13 óra 30-tól óránként indul. A menetjegyeket városszerte több ponton is meg lehet vásárolni. Amint azt tegnapi híradónkban láthatták, 15 ország 96 versenyzője áll rajthoz augusztus 26-a és 28-a között a V4 Juniors World Cup nemzetközi kerékpárversenyen. A verseny egy 95 kilométeres etappal kezdődik augusztus 26-án Vásárosnamény és Nyíregyháza között. A futam lebonyolítása miatt szerdán idéglenes, teljes pályás útlezárásra kell számítani 13 órától 15 óráig Nyíregyházán az alábbi szakaszokon. Zrínyi Ilona utca, a Luther utca és Bethlen Gábor út közötti szakaszán mindkét irányban, Országzászló tér, Bercsényi utca, Kálvin tér, Bethlen Gábor utca, Bercsényi út és az Egyház utca közötti szakaszon, Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca és Széchenyi út közötti szakasza, Egyház utca, Kossuth utca felé vezető szakasza,
Kossuth utca teljes szakasza, Sústúi út teljes szakasza, Berenát utca teljes szakasza, Ferenc körút városfelüli szakasza, László út városfelüli szakasza, Szegfi utca város felé vezető szakasza, Hunyadi út, Vai Ádám körút és Bocskai út közötti szakasza, Bocskai út Hunyadi úttól befelé eső szakasza, Luther utca Zrínyi Lana utcától befelé eső szakasza. Kérik az arra közlekedők türelmét és megértését, aki teheti, kerülje el az adott útszakaszokat. A biztonság kedvéért indulás előtt látogassanak el a nyiregyháza.hu weboldalra, ahol egy részletes térképen is megtekinthetik a lezárásokat. Tragikus hirtelenséggel 2020. augusztus 23-án meghalt Drotár Zsolt ezredes, főtanácsos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka. 26 éven át szolgálta hazáját a szervezet munkatársaként. Egykori kollégái, barátai, ismerősei osztoznak a családgyászában. 15 egészségügyi alapellátásban dolgozó orvos és szakdolgozó vehetett át emlékplakettet a nyíregyházi Semmelweis napi ünnepségen. Mellettük a COVID-19 járvány alatt kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozókat is méltatták, akik a veszélyhelyzetben végzett elkötelezett, lelkiismeretes helytállásukért kaptak elismerő oklevelet. 6. éve köszöni meg a nyíregyházi önkormányzat és az egészségügyi alapellátási igazgatóság az egészségügyi alapellátásban dolgozók áldozatos munkáját, akik a város életében kiemelkedően fontos feladatot végeznek, hangzott el hétfőn a Kállai házban tartott Semmelweis napi ünnepségen. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a rendezvényen elmondta, a városi önkormányzat számos beruházással és eszközbeszerzéssel segíti a kórház és az alapellátásban dolgozók munkáját. Azt gondolom, hogy az, hogy a Covid alatt ilyen jól működött az alapellátás, amögött ezek a dolgok is ott vannak, és én megemlíteném azt is, hogy Nyíregyházán a közösség, a vállalkozók, a civil szervezeteket beleértve is nagyra értékeli és segíti a munkát, hiszen olyan felajánlások érkeztek, és én erre nagyon büszke vagyok, amit azért én egy városban sem hallottam. A Semmelweis napot eredetileg minden évben július 1-én tartják, a világszerte legismertebb magyar orvos Semmelweis Ignác születésének napján. Azonban a veszélyhelyzet alatt ezt idén nem lehetett megfelelően megszervezni, mondta el televíziónknak az egészségügyi alapellátási igazgatóság igazgatója. Most viszont az ideje itt van, azt gondolom, hogy meg kell becsülni is Semmelweis emlékére gyakorlatilag ezen a napon az alapellátásban dolgozóknak 6 éve ilyenkor mindig megköszönjük a munkájukat, elismerő plakettet kapnak oklevéllel, és azt gondolom ennek most meg tudjuk adni azt a módját, ami gyakorlatilag így a Covid alatt, közben, után vagyunk, de tényleg most még ezt így végre lehet hajtani. A Semmelweis plakettet azok az orvosok és szakdolgozók kapják, akik az elmúlt években kiemelkedő munkát végeztek az alapellátásban, házi, illetve fogorvosi praxisokban. Nagyon meglepett vagyok, és nagyon meghatott, meg kell, hogy mondjam, mert az ember dolgozik, és az elismerést, a sikert, azt minden nap a munkájában találja meg. És az, hogy más is felfigyelt erre, ez külön öröm, és nagyon jól esik. Az ünnepségen a COVID-19 járvány alatt kiemelkedő munkát végző orvosok, házi orvosok, védőnők és asszisztensek is elismerő oklevelet kaptak, melyet az egészségügyi alapellátási igazgatóság igazgatójától és Nyíregyháza város polgármesterétől vehettek át. Dés László, a neves zeneszerző és előadó művész adott koncertet a szabadtéri színpadon. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. A Magyar Közút munkatársai Nyíregyháza főbb közlekedési útvonalain folyamatosan cserélik a gyalogos átkelő helyeket jelző táblákat. Az új táblák fényvisszaverő kerettel vannak ellátva, melyek rossz látási viszonyok között is jól felismerhetők, így biztonságosabbá válik a gyalogosok áthaladása. A Kossuth téren egy gépjármű kitörte a rokkant parkoló helyét jelző táblát, minden esetben fontos, hogy a 112-es telefonszámon jelentsék be a történést, hogy a helyreállítást minél hamarabb el tudják kezdeni az illetékesek. Újfehértó belvárosában egy személyautó autóbusz elé kanyarodott, az ütközés elkerülése érdekében a buszvezető nagyot fékezett, ezért az utasok közül hárman is megsérültek, a mentők őket a Nyíregyházi kórházba szállították.
A Fürdő utcán egy kis teherautóba arra kanyarodott, de már előzte őt egy személygépkocsi utánfutóval. A nagy erejű ütközésben mindkét jármű megsérült, igen jelentős az anyagi kár. A felek nem jutottak egyességre, így a rendőrség vizsgálja az ügyet. Dés László, a nevezett zeneszerző és előadó művész saját gondolataival üzent közönségének a Vidor műsorfüzetben. Megírta, hogy ismert és népszerű dalai mellett új lemezéről is bemutat néhányat hétfő estén Legyen úgy című koncertjén a Rózsakert szabadtéri színpadon. Dés László új dallal nyitott, ráadásul kétszer indult el a koncert, mert kikapcsolt a zongora elektronikája. Aztán jött egy szaxofonszóló, majd egy régi kedves dal, az Akarszem. Utána a vendégek is duettek. Új dalokkal tavaly megjelent lemezéről, a végén ráadás, meg még több ráadás. Úgy látszik, hogy én későn érő típus vagyok, és két évvel ezelőtt, tehát már 65 éves koromban csináltam az első saját dallemezemet. Én nagyon sok lemezt csináltam már életemben, kb. 40-et, de magamnak igazából soha nem csináltam. Mindig elénekeltem lemezre egy-két dalt, de saját. Előadóként is szerepel ez az Éjféli járat, ugye? Az Éjféli járat című lemez, igen, amit kizárólag csak magamnak írtam. És ebből fogok előadni dalokat, mert szeretem őket, meg hát újak, frissek, és a mostani életérzésemet és zenei ízlésemet tükrözi. A koncertturnéra új dalokat is írt vendégeinek, Básti Juli színművésznek és Tóth Vera előadó művésznek. Izgalmas volt ennek a két eltérő karakterű művésznek zenét írni. A színészek valahogy másképp közelítik meg a dalokat, mint az énekesek. Tóth Verának pedig a tehetségem erős improvizatív képessége nyugözte le Dés Lászlót. A művész szokása szerint megírja a zenét, majd szövegíró alkotó társat keres a melódiához. Én egy elég határozott dallam és harmónia világot, tehát egy komplett dalt adok oda a dalszövegírónak, aminek feltételezem, hogy többnyire egy erős hangulata van. Nagyon ritkán adok instrukciót, vagy nagyon ritkán mondom el, hogy én mire gondoltam, amikor a dalt írtam. Van ilyen, nem is egy ilyen dalom, amit tulajdonképpen az én kéresemre írtak olyanná, amilyen lett, de nem ez az általános. Hagyom, hogy megfogja a dalszövegírót, annak a zenének a hangulata, amit odaadtam, és biztos, hogy valahol ott lesz a közelébe a dolog, mert hát a zene önmagában ez meghatározza és diktál. A szabadtéri színpad hétfői vendége különös vonzalommal él a színházi és filmgyári világban. Koncertjei is fekete padlókon, színházi megvilágításban születnek leggyakrabban. Filmek, musicalek, a Valahol Európában a Dzsungelkönyve, a Sose halunk meg, vagy a Vágy villamos a balettzene, és a Pál utcai fiúk után újabb színházi zenén dolgozik. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, énekelte a műsor címadó dalában, és remélte, hogy végre elindul az élet. És a hónapok óta hallgatásra kényszerült előadó megélte azt a keserűséget, hogy egy külsős pozitív Covid-teszt miatt csúszik az évad. A Végszínházban így továbbra is hallgatnak a Pál utcai fiúk. Ismét lesz Decathlon élménypróba Nyíregyházán. Negyedik alkalommal rendezik meg az eseményt a Sóstói erdőben. Idén több mint 20 érdekes akadály várja a nevezőket. Az esemény jó csapatépítő program is lehet cégeknek. Futás, mászás, kúszás, ugrás, szinte minden mozgásformára szükség lesz ahhoz, hogy valaki teljesítse a negyedik Decathlon élménypróba 22 akadályból álló pályáját. Ezúttal is 5 kilométer lesz a táv, de több új feladattal is találkozhatnak a nevezők. Az első akadály az a
azt a fantázia nevet visel, egy Tolda cuccot. A Tolda cuccot az olyan egészséges akadály lesz, amin egy talicskát fognak majd tolni az emberek, és benne lesznek majd szintén emberek, tehát a saját versenyzőiket fogják tolni az indulók, úgyhogy nagyon érdekes akadályok lesznek, de a másik különleges akadály, az volt egy olyan akadályunk tavaly, és minden évben nagyon-nagyon nagy sikert arat, ez a pókháló. A pókháló között kell az embereknek bujkálni, és nagyon élvezik. De különlegesnek ígérkezik az az élő akadály is, melyet a Fátum Nyíregyháza női röplabdásai alkotnak majd, őket kell legyőzniük a résztvevőknek. A 10 év felettiek szülői felügyelet mellett teljesíthetik a távot, a kisebbeknek egy külön pályát alakítanak ki. Előnevezni szeptember 1-jéig lehet, és már az ország különböző pontjairól érkeztek regisztrációk. Sportcsapatok, cégek is indulnak, mivel az esemény jó csapatépítő program is. A többség persze nyíregyházi lesz, és a városban nagyon szeretnek sportolni az emberek. A túrázás egyébként talán az a sport, ami a legnagyobb bevételt hozza, viszont nyilván a futás is egy olyan népszerű sport, főleg azért, mivel ugye ez a legegyszerűbb mozgásforma, szinte csak egy pár futócipő szükséges hozzá, hogy bátran merem állítani azt, hogy a futás is ott van a top eladásaink között. Az eseményt a névadó szponzor mellett több támogató is segíti, és ennek köszönhetően számos kiegészítő program és játék is várja az indulókat. Felép többek között a Spartacus Tornaklub aerobik csapata, lesz Feed Jump és Gymstick bemutató is. A szervezők figyelnek a biztonságra, ezért fertőtlenítő pontokat jelölnek ki, az akadályok előtt pedig facölöpök segítenek a 1,5 méteres távolság betartásában. Közel 60 szervező dolgozik majd azon, hogy minden rendben legyen. A Decathlon élménypróba szeptember 5-én 10 órakor kezdődik az erdei tornapályán. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Közel 4500 alsós kisdiák kap nettó 1500 forint értékű tanszercsomagot a nyíregyházi önkormányzattól. A program célja, hogy mérsékelje a tanévkezdés szülőkre nehezedő kiadásait, valamint hogy egységes, minden korosztálynak megfelelő tartalmú eszközökkel kezdjék a tanévet a diákok. A pandémiás helyzet miatt 2020 egy pénzügyileg nehéz év a városi önkormányzat számára, azonban nem volt kérdés, hogy a gyermekek és családok segítésének ezt a formáját idén is megtartják. Az idei évtől minden diák ingyen jut a tankönyvekhez. Idén 1,2 millió nappali tagozatos iskolás könyveit 13,8 milliárd forintért biztosítja a kormány. Az intézmények ezekben a napokban igyekeznek járványügyi szempontból a legbiztonságosabb körülményeket kialakítani tanulóik számára. Első vidéki városként Nyíregyházán közlekedik ezentúl nyitott tetejű városnéző autóbusz. A City Sightseeing globális hálózata minden kontinensen, összesen 133 városban megtalálható, ezentúl a Szabolcsi megyeszékhelyen is. A járatok minden nap 13 óra 30 perctől a Nyíregyházi állatparttól indulnak. A Nyíregyházi televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!